Kurszám Monostora, az elpusztult kőbálvány. Ezzel a címmel írta le Mészáros József kutató azt a kis anekdotáját, amelyben a kendesírok feltárásáról ad ízelítőt, beszámolót. Ki volt Mészáros József és a többiek, akik értékelhető eredményeket értek el, amelyeket a hivatalos, úgymond tudományos oldal elhallgatott, lejáratott, bagatelizált, és a leleteket tekintve megsemmisítéssel, eltüntetéssel járt el. Senki előtt ne legyen titok, hogy a magyar tudományosság legfősebb szintjét képező akadémia nem magyar érdekeket szolgál. Ez egy szabadkőműves gittegylet, ami nem csinál mást, mint hogy megsemmisíti, elhazudja, elpusztítja a magyarság ősiségét, mégpedig azért, mert a magyarsághoz köthető vallás, kultusz, a mágia, a mágizmus, Nimród vallása és a mágikus ősnyelv az gyakorlatilag az ő alapprincipiumuk, mitrasztisztelet, beavatások, fokozatok, ez mind-mind a szabadkövőség gyakorolja, ő működteti azt a minőséget, amelyet nekünk magyaroknak kellene. Ez a bevezető. Három személy nevét szeretném megemlíteni teljesség igénye nélkül, persze menet közben majd még többről lesz szó, többükről lesz szó. Az első helyen mindenféleképpen Sashegyi Sándor, pomázi illetőségű, egyébként budapesti születésű amatőr, szeretném kihangsúlyozni, régész, történész, aki nemes egyszerűséggel feltárt egy fejedelmi temetkező helyet, amelyet ő Árpádnak tulajdonított. Tehát ez egy kendesír volt. Míg a másik kutató páros, akik Sashegyi egyébként 41-be tárja fel ezt a sírt, a másik kutató páros pedig, akik 62-be szintén találtak nagyon-nagyon érdekes leleteket, a legérdekesebb a Buda rovásírása, a Buda feliratú sziklasír volt. Ez a páros pedig az előbb említett Mészáros József és ugye Fülöp Zoltán volt. Annyi a különbség a Sashegyi és a Fülöp Mészáros féle kutatások között, hogy Sashegyi szerint Árpád volt gyakorlatilag a kündű minőség, vagy a kende, míg Fülöp és Mészáros szerint Kurszán volt a kende, tehát következésképpen a Sashegyi féle csontváz Árpáddal való azonosítása helyett ők itt a Kurszán féle kende dinasztiát vagy annak a temetkezési helyét sejtik a hódvilágárokba. De abban mindannyian egyetértettek, hogy a holdvilágárok és a Karolina árok, ez fölötte van egyébként, az nem más, mint egy kende, egy szakrális kende nekropolisz elsősorban, tehát halott város, több sírral, 6-7 síra tippeltek, illetve egyben szentély. És azt is hát kiderítették, vagy tudomásukra jutott, hogy ezt bizony még a kemény kereszténység alatt is mágus főpapok, vagy táltos főpapok, vagy sámán főpapok, aki milyen szóhasználatban használja a tudó főpap elnevezést, őriztek, itt remetéskedtek, és itt a pálos rend mindenféleképpen egy érdekes történet, majd erről is fogok ilyen jellegű cikkeket is felszeretnék majd olvasni. Akkor nézzük Mészárost, hogy ő hogy vélekedik magáról a helyről. Egészen addig a pontig fogom felolvasni az ő írományát,
ameddig fel nem bukkan az első, és máig egyetlen csontváz. Ha az emberi anyagokról, vagy az emberi hagyatékról beszélünk, tehát csontvázról, vagy csontokról, akkor kettő, ezzel kapcsolatban kettő értékelhető eredményről beszélhetünk, 2 plusz 1-ről. Az egyik a Sashegyi Sándor teljes csontváza, amit talál. A másik pedig Erdélyi István, ő egyébként a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaként kutatott, de neki ugyanúgy tüntettek el leleteket. Tehát még az akadémián belül is megvan a zártó szándék, tehát így kiket, na mindegy, hagyjuk most. Lényeg, hogy ő emberi csontot talált az Y-barlangban, de erről nem tudunk semmit. A Sashegyéről nagyon sok mindent tudunk. A Fülöp mészáros páros pedig nem talált csontvázakat, ők teljes egészében kifosztott sziklasírokról tesznek említést. Evakuálták. Egyéb iránt a Sashegyi is kifosztott volt, de ott a hagyaték, az emberi csontváz az megmaradt. De voltak olyan temetkezési helyek, ahol még az se. Na jó, bevezetőnek legyen elég ennyi, és akkor most felolvasnám ennek a beszámolónak az első részét, egészen a csontváz felbukkanásáig. A holdvilágárok bejáratát a Kiskovácsi Majornál szikla törmelékekkel borított bozótos földnyelven derékba tört kőbálvány őrizte, még néhány évtizeddel ezelőtt is. A magyar honalapítás korában készülhetett, a helyszínen található durva szemcséjű kőanyagból, erőteljes, elnagyolt faragással. Míg állott, kőarcával nyugat felé nézett, amerre keleti népek a holt lelkek országát sejtik. Ezért volt, itt ez a saját megjegyzésem, azt mindig mondom, hogy honnan jön a saját rész, észrevétel. Tehát a nekropoliszokat, halott városokat, kende temetkező helyeket, azt mindig az akropolisztól nyugati tájolásba helyezték el őseink. És akár Pomáz, akár Budakalász, akár Békásmegyer vagy Üröm térségét nézzük, ahol általában a régi hun központot, hun magyar központot, fejedelmi központot keresik a legtöbben. Ezekhez képest mindegyikhez nyugati tájolású a holdvilágárok. Jó, innen folytatom. Lerombolása, mármint ennek a szakrális, hát gyakorlatilag ősvallásunkat is reprezentáló nekropolisznak. Tehát lerombolása Kálmán király idején történhetett, aki keményen fellépve a 12. században még mindig szívósan élő pogány vallási szokások ellen elrendelte a Pilisben lévő ősi áldozókövek és bálványok elpusztítását. Hoppá! Tehát itt a Kálmán király kap egy rendkívül ellenszenves forrás támadást, tehát gyakorlatilag, és már tudjuk azt is, hogy nem csak Szent István pusztított gyakorlatilag az ősiségünk, az ősi vallásunkkal kapcsolatban, hanem Kálmán király rendelete is ismert ezzel kapcsolatban. Egyébként Szent Lászlónak is voltak ilyenjei, úgyhogy itt a királyainkra, megmondom, hogy én nem sokukra vagyok emiatt büszke. Nekem sokkal fontosabb a mi ősiségünk, mint egyfajta beilleszkedésünk, úgymond abba, ahova ma is tartozunk. Két darabra törve ezután még mintegy 8 évszázadon keresztül maradt a helyén. Majd az akadémia idén eltüntetik. 8 évszázadig még nem volt útban, 44-től igen. Jó. Teljesen elpusztult arccal, de ruházatának faragott részleteit elég jól megőrizve, míg Balsósra végül is 1944-ben a Szentendrei közúzdába teljesedett be. Szándékos lelet megsemmisítés. Tudomásunk szerint még használható fénykép sem maradt fenn róla, így helyette mutatjuk be megközelítő mását, melyet Sashegyi Sándor sírja fölé tisztelői állítottak a pomázi temetőben. És itt közel egy képet a
Sashegyi temetőn láthatók ő babáról. Egyéb iránt maradt róla fönn fénykép Gallus Sándor régésznél, csak azt a trükköt nyomatta az akadémia, hogy berendelték katonának, és addig meg sem is tettek, amit akartak, ami addig az ő vigyázó kezei között volt. Ő volt az, aki a hivatalos kiküldött régész volt Sashegyi mellett. A Hódvilágárok fejedelmi sírjai és a kőbálvány között könnyű megtalálnunk az összefüggést. Tilalmiként állították ide az illetékeseknek távoltartására, illetéktelenek távoltartására, és a pogányhit vallási elejénél fogva teljesítette rendeltetését néhány évszázadon keresztül. Maga előtt összefogott kezekkel állt, fegyver nélkül, de így is erőt sugárzóan. Félelmetes jelentése lehetett a faragott ábrázolásnak, és őseink tisztelettel kerülték ki az általa őrzött szent helyet. Mi mai emberek viszont már nem rettenünk meg ijesztő szimbólumoktól, és végtelenül sajnálhatjuk, hogy egyetlen ismert hon alapításkori szobrászati alkotásunk, a maga nemében páratlan kultikus emlékünk a közöny és tudatlanság áldozatává vált. A fejedelmi temető őrizetére állított kőbálvány léte a későbbi századok során is jól ismert volt, és eredeti rendeltetése is még sokáig élhetett az itt élő nép tudatában, annak ellenére, hogy keresztényibb színezetű elnevezést fűztek hozzá. A tatárjárás után pilisi remetékből alakult pálos rend részére IV. Béla király és felesége itt a közelben adott hajlékot és birtokként Illéskő földjét. Ez az Illés, már megint belekotnyeleskedem, hát gyakorlatilag egy nagyon érdekes története van. Ez megint egy videó téma. A lényeg az, hogy Bál vallást engedélyezett gyakorlatilag izraelita környezetben egy illetékes, és itt történt egy balhé. Na most erről nem szeretnék azért többet mondani, mert erről szeretnék egy videót készíteni. Mert itt megint egy sémi szitja konfliktusról van szó, úgyhogy csak annyit szeretném mondani, ezt az Illés nevet, ezt mindenki jegyezze meg. És akkor majd erről jön akkor a következő videó. Az adományozó oklevél ugyan a birtok helyét közelebbről nem nevezi meg, de alig ha lehet kétséges, az elnevezés a Hódvilágárok környékére vonatkozik. És most lapozunk. A Pilis Szentkereszti kolostor romok és az itteni terület szomszédos közelségénél is nyomósabb bizonyítékot kell látnunk abban a valláspolitikai megfontolásban, mely a pogány maradványok végső felszámolása idején magyar szerzetes rend kezére adja a legjelentősebb ősi kultikus helyet. Talán már a korábban keletkezett pilisi, cisztercita apátság helyének kijelölésekor is célul tűzhették ki a pogány áldozati hely hatásának közömbösítését, viszont az idegenből jött és a magyar nép számára idegen maradt francia szerzetesek ezt a feladatot eredményesen el nem végezhették. Itt jegyezném meg megint, Kotnyeles, hogy Bakony Bélben, hogyha valaki kirándul, jobb idő van akkor is, rossz idő van akkor is, keresse fel a Szent Kút, Borostyán Kút nevű helyet. Ott tábla jelzi az egykor volt pogány áldozó helyet, amelyre Gellért, Szent Gellért épített kápolnát. És gyakorlatilag Imre herceg István király fia itt részesült nevelésben. Neveltetésben. Gyönyörű halastót fogtok látni, hát egy új építésű kápolnával, és az nincs meg a mára régi, és mögötte gyakorlatilag ott lesz a pogány áldozó hely, de már Szűz Mária szoborral, mécsesekkel, stb. Egyébként egy gyönyörű kálvária domb is van. Bakonybél megint egy nagyon érdekes hely egyébként, Koppány birtoka volt, de sokan, vagy a legenda úgy tartja, hogy ez Koppány áldozó helye. Egyébként van Bakony-Koppány település nem messze ettől, szóval nem csak Somogyország ura volt, hanem a Bakonyi is, meg a Balaton vidéké is. Úgyhogy, hát megint egy videó téma, jó, megyünk tovább. A temető kapujában ez a következő fejezet.
Az, aki járt már ezen a vidéken, és a holdvilágárok lenyűgözően szép képét ismeri, nem csodálkozik azon, hogy egy pogány fejedelmi nemzetség temetkezési helyéül választotta. Mindazok, akik kutatásuk tárgyával belsőséges kapcsolatban állva vizsgálják a múltat, ezen a helyen jóleső érzéssel állapíthatják meg azt, hogy a régi korok emberei sem voltak érzéketlenek a természet szépségeivel szemben. Életük a mieinknél szorosabban fonódott egybe a természetével, szép érzékük is elsősorban ebből táplálkozott, és ebben élte ki magát. Köznapó, tanácsos ellátogatni ide, amikor kulturálatlan turisták hangoskodása nem veri fel a temetői csendet, és nem rontja a múltba nézés áhítatát. A kutató munkája is könnyebbé válik, ha át tudja venni a környezet természetes hangulatát, és ugyanez teszi teljessé az élményt múlttal ismerkedni jövő látogatóban is. Furcsa, sehol máshol nem támadó gondolatok ejtik hatalmába itt a szemlélődőt. Felfelé kapaszkodva ugyanazon az úton, melyen kerek ezer esztendővel ezelőtt gyászos énekű halott vivők temetni hozták uraikat. Hát ez egy nagyon szép rész. A felvetések szerint a holdvilágárok szakadékos középszakasza táján 6-7 fejedelmi sír rejtőzhet. Hát ez nem kis szám. A hatalomtól félreállított kurszán utód nemzetségfők, akik életükben nem lehettek kendék, holtukban még minden bizonyan sokáig megadták maguknak a szakrális fejedelemnek kiáró végtisztességet. De itt az előbb említett kurszán hipotézis, tehát gyakorlatilag kurszán és a leszármazottai, illetve hát nem mennék bele mélyebben, hogy mi volt a felvetés. Lényeg az, hogy itt kurszánnak van tulajdonítva. Én nézetem szerint egyébként Árpád temetkezési helyével és a hunokéval állunk szemben. Kényszer hatására ugyan fejet hajtottak az Árpád nemzetség egyeduralma előtt, viszont az eddig itt nyert jelek tanúsága szerint is éltek a jogfenntartásnak ezzel a veszélytelen módjával. A sírok remélhetően rövidesen feltáruló képét ma még elképzelnünk is nehéz, miután a hazai régészetünknek ilyen jellegű feladatok elvégzésére mindez idáig nem nyílt még lehetősége. Egy 62-es íromány. Még mai napig aktuális. Megy a pofázás, semmi előrelépés nincs, csak az amatőrök érnek el elmélyeket, de köztük meg sok a kókler. Folytatom. Sajnos élnünk kell azzal a gyanúval, hogy korábbi századok kapzsi kincskeresői távolról sem voltak olyan óvatosak, mint az elmúlt évtizedek régészei, és a sírok többsége már, lapozok, csak kifosztott állapotba fog napvilágra kerülni. Mindent azonban még nem vittek el, talán és nagy tudományos értéke lehet majd annak a leletajának is, mely értéktelen holmi volt a síravulók szemében. Így van. Ez egyébként így lesz. A bikacsontváz meg a méregpohár. A fejedelmi nyughelyen kívül kisebb szerepet betöltő nemzetségtagok egyszerűbb sírjaival is számolhatunk, részben a szakadék feletti lankákon, részben pedig azon a kősáncokkal határolt négyszögletes területen, mely a Lomhegy, úgy írja, déli lábánál a Bükki puszta felé vezető út mellett fekszik. Ez a régészetileg még teljesen érintetlen zárt területegység, az árokhoz igazodó helyzetével kelti fel gyanunkat. A jelentős távolság ellenére tiszta rálátás nyílik innen a holdvilág árok szakadékos középszakaszára, és mindenek előtt arra nagy sziklafalra, mely mint áldozati hely az egész temetkezési terület központját képezte. Ugye ezt mondják Weisslich barlangnak. De folytatnám. Emberi munka kétségbevonhatatlan nyomait fedezhetjük fel, hajdani sáncok szétterült alacsony kővonulatán. A kőhalmok apró kövekből állanak, és így feltételezzük, hogy mindez eredetileg egy fagerendás palliszád-szerű alkotmány bélés anyaga volt. Miután a szűke pomázi környéken más különböző korokból származó, de hasonló felépítésű védművekről is van tudomásunk, kézenfekvő lenne ezen a helyen is ilyesmire gyanakodnunk. De a katonai védelem számára láthatóan előnytelen itteni terepviszonyok ennek a lehetőségnek nyomósan ellentmondanak. Akkor mit védtek ki kellem? Kiktől? Így addig, amíg vizsgálati eredmények nem állnak rendelkezésünkre,
A fejedelmi sírok szomszédságában, a temetői bálvány közelében feltételezhetjük a további sírok csoportját. Hozzáfűzve még azt, hogy a helynek emellett más szertartási szerepe is lehetett. Itt gyülekezhetett, áldozat távoli, be nem avatott szemlélőjeként a köznép, és talán itt történt a ravatalozás és a nagyszabású halott titor is. Ezt a vidéket emberemlékezet óta Torilla névvel jelölik, és ha meggondoljuk azt, hogy a török időkben is lakott Pomász környékén mennyi ősi név konzerválódott, ez így igaz, például Ziribár, és sumérul értelmes, akkor könnyű elképzelnünk, hogy az ide vonatkozó eredeti névalak Tór vagy Tórhely lehetett, ami tökéletesen illene a feltételezett rituális rendeltetéséhez. Így is van. A szentélyszikla, ez a következő fejezet. Az eddig végzett vizsgálati és feltárási munkák alapján a holdvilágárok területén az észak-déli irányú szakadék feje felett nyugatra magasodó emberi munkával kiformált nagysziklát tekintjük történetileg és régészetileg legjelentősebb pontnak. Részben azért, mert tövében rejtőzik az elsőnek ide temetett, legelőkelőbb nemzetség főnek, mai meggyőződésünk szerint Kurszánnak a sírja, ugye Sacsai szerint Árpád, aki életében a honalapító magyarság nagyobbik királya volt, hát ugye a szakrális vezető, azt jelenti a künd név, napos magyar fordítva. Részben pedig a szikla mélyén húzódó áldozati szentély miatt, mely pogány vallási viszonyainak felderítéséhez nyújthat értékes segítséget. Tehát a beavató szikláról beszélünk. Ez alkalmas sziklafaragvány néhány évtizeddel ezelőtt még úgy szólván teljesen elfedve rejtőzött is, és csak nagyon éles szemű kutató fedezhette fel a függőleges falfelület pár méteres kibukkanásán az emberi munka elmosódó nyomát. Tehát gyakorlatilag ebből a 18 méter magas sziklából, 12 pontosan már nem emlékszem, pár méternyi, egy ilyen ember magasságú részen kívül minden be volt temetve, mégpedig mesterségesen, nem csak természetesen, mesterségesen feltöltötték. Az üreg szentély száját Sashegyi Sándor még 1927-ben megtalálta és kibontotta. Azonban alaposabb, de sajnos akkor is korlátozott arányú részleges feltárására csak 1941-be került sor. Mindaz, amit ma itt láthatunk, több száz köbméteres kő és földtakaró alól akkor jött napvilágra. Bár még hiányos az elénk táruló kép, szentélysziklán és annak környékén most is számos érdekes részletet vehetünk szemügyre. A szikla jobbkéz felé eső falszárnyában tátongó üreg, a mélyben húzódó szentély bejárata. Az alaktalannak tűnő belépőnyílást készítői eredetileg egyenlőszárú háromszög alakúra vésték, és alsó részénél a sziklából erős küszöböt formáltak, mely a nyíláskeret hiányzó darabjaival együtt az évszázadokon keresztül ránehezedő kő és föltömeg nyomására hasadt le. Ez a háromszög alakú parlang bejárat sziklában, mert ez a Mithras kultuszra jellemző. Ha valaki nem tudná, ugyanúgy a bikaázzat is. A Mithras kultusz ugye pedig a nimródi mágizmus vallásban érhető tetten, úgyhogy itt nem kell őskeresztényezni a magyarságot, mert nem az. Ma kissé körülményes fellépni a nyílásba, viszont az üregszentély használata idején a szikló előtere küszöbb szintig fel volt töltve. Ebben a rétegben az 1940-es feltárás nyomán talált néhány edénytöredék elsőnek bizonyította a szentély 10. századi használatát. Tehát itt a kor meghatározó régészeti lelet az a cserép edénytöredék a Sashegyinél, mind a magyar, mind a hun korra vonatkozóan. De itt érdekes módon magának a szentélynek a használatára, nem a maga megépítésére, a használatára vonatkozó időmeghatározó leletek, azok 10. századi cserepek. Ezekből viszont nem semmisítettek meg mindent. Mai napig Szörényi könyvében is le van fényképezve, tehát mai napig ez megvan a nemzetibe. Az üregbe lépve először boltozatos aknanyílásba jutunk, melynek oldalában aránytalan formájú és magasságú lépcsőfokok vezetnek lefelé. Eléggé kényelmetlen lehet itt a közlekedés, de a szűk aknanyílást nem engedte meg, hogy sűrűbben lépcsőzzék. A durva lépcsőfokok már a feltáráskor középső részeiken erősen kopottak voltak, mutatva azt, hogy gyakran tiporták őket. A vallástörténeti kutatók, akik majd a távolabbi feltárások után az ehelyen folyt kultusz közelebbi felderítésére fognak fáradozni, például én,
Munkájukhoz értékes adatot nyernek ezzel a bizonyítékkal, mely szerint annak rendjében az áldozat nem ritka alkalmak, különleges eseménye volt, hanem a sámán papság mindennapos tendőjéhez tartozott. Hívjuk őket mágus. Soknak, viszont ugye a mágus... Na jó, nem megyünk bele. A bejárati akna fenekétől enyhe lehetéssel, kistöréssel, nyugati irányba keskeny, közel 5 méter hosszú folyosó vezet, melynek magassága másfél méter. De a végén 1 méterre leszökül. Falában mindkét oldalon lyukak látszanak, melyek felett a kormos boltozat mutatja, hogy fáklyák fel erősítésére szolgáltak. Tehát fáklya tartó vasak lukjai. A folyosó nagyobb helységbe a tulajdonképpeni szentélybe torkollik. Padló szintje a folyosónál 80 cm-en mélyebben fekszik, és 7 lépcsőfokkal emelkedik befelé. A szentélyüreg hossza 11 méter, szélessége 170 cm, magassága pedig átlagban 2 méter. A végén ez a helység is összeszűkül, és abba a kis szikla fülkében nyílik, mely felett a szikla felső teraszáig nyúló kürtő indul. Ez a fülke feltárásakor majdnem mennyezett magasságig tele volt, felülről beletobált kövekkel. De semmiféle régészeti leletanyag nem került belőle elő. A lejárati akna nyílásának kiszabadításakor a feltárók találkoztak a régi kincskeresők munkájának nyomaival, de a szentélyüreg lelettelensége nem erre vezethető vissza, tehát nem sírrablás miatt ilyen üres. Amikor a keresztény vallás térnyelése idején a pogány szentély működését beszüntetni kényszerült, a kultikus hely szolgálatát ellátó papság maga gondoskodott az üreg eltüntetéséről, és ezt a munkát olyan alapossággal végezte el, hogy a berendezési tárgyak általuk történt elszállítása és biztonságban helyezése nem is kétséges. Ezt a hipotézisemet más is alátámasztja. Ha a szikla szentély és a tágabb kultikus hely történetére, szerepére, valamint az itt folyt vallási szertartások lényegére vonatkozóan közelebbi és megbízhatóbb ismeretekre törekszünk, akkor azokat, a rovásokat és egyéb szimbolikus jeleket kell szólásra bírnunk, melyek itt a szentélyüregben és a oldvilágárok területén sziklákra faragva máshol is szép számmal kerültek már elő. Sajnos ennek a munkának még csak a kezdeténél tartunk, és a jelek hiteles megfejtésének hiányában egyelőre csak felvetésekre vagyunk utalva. Miután a gondolkodó látogató akaratlanul maga is tűnődni kezd, egy-egy felfedezett jel esetleges értelmén, tévedhetetlenség igénye nélkül közülük néhány ide vonatkozó gondolatot elsőnek a most ismertetett szikla szentélyel kapcsolatban. A kürtő alatti kis fülke falán a mennyezethez közel egy megcsonkított kődudor alatta a padló szint felett pedig egy szintén erősen megrongált, lótuszvilágra emlékeztető faragmát láthatunk. Az egyszerű tömör kifejezésmód láttán nem kétséges, hogy fejlett vallásos szimbolizmus maga idejében igen közérthető jeleivel állunk szemben. A temetői környezet önmagában is sejteti, hogy az elénk tárt nagy fogalmak egyike a halál, a másik pedig a halálhoz vigasztalásként minden korban csatlakozó gondolatként az élet. Ez a társítás egyidős az emberi gondolkodással, valamilyen felfogásban központi hit életként szerepel minden vallási rendszerben. A halál és az élet szimbólumának egymás mellé helyezése itt a kultikus hely központjában, az áldozati tűz üregében, a feltámadás vagy túlvilág életbe vetett hit kifejezése. Ez a meggyőződés volt az itt folyó áldozatok központi gondolata. Ez fejezte ki a kürtőből felszálló füst, körüllengve a szentélyszikla felett magasodó hatalmas kőszobrot. Két kőszobor volt, két kőbaba volt, az egyik az áruk bejáratánál, a Magnavia Strigoniától 50 méterre, a Magnavia Strigonia egy római korban kiépített kereskedelmi út volt, mely a mai pomászt a mai esztergommal, Strigonummal kötötte össze. Míg ugye a másik kőszobor az közvetlenül a szentélyszikláján magasodott, feltehetően 3 méter magasságban. Ez leesett, porrá zúzódott, és hát gyakorlatilag lelőtték, és gyakorlatilag a formái még kivehetőek voltak, de hozzányúlni nem lehetett, mert porlatt az egész. Erről volt fényképe egyébként Fülöp
Zoltánnak. Nem tudom, hol vannak a Fülöp fényképek, őszintén mondom. Ha azzal a meggyőződéssel igyekszünk magunk elé képzelni a kultikus hely már megsemmisült, és így nem látható részleteit, hogy annak alkotóiban a vallási szimbolizmus magas esztétikai igényességgel párosulva irányította a szerencsés érzékkel kiválasztott terület mesterséges kiképzését, lapozok, akkor a legtermészetesebbnek találjuk, hogy a szentélyszikla lenyűgöző képét valamikor egy felette emelkedő monumentális szobor jelképtette teljessé. Ennek maradványai a feltárás idején a föltakaró felsőbb rétegből annyira szétmálva részleteiket veszve kerültek elő, ugye ezt előbb mondta, hogy a megmentésükre gondolni sem lehetett. Már ledöntésekor súlyos sérüléseket szenvedett, lepusztulását végsősorban a sok évszázadnyi fagy tette teljessé. Az előző videót szeretném folytatni, mégpedig len a sír feltárásának körülményeivel, ezzel kapcsolatban hallgassuk dr. Gallus Sándor régész beszámolóját. Bánya előterét nagy szikladarabok töltik ki. Nagy mennyiségű föld és kőtömeg elhordása után kitűnt, hogy az egész területet egy bizonyos mélységben átlag 40 cm vastag, faszenes réteg borítja. A faszenes réteg vagy egy fakonstrukció maradványa lehet, vagy pedig hosszantartó tüzelés szétszórt hamujával állunk szemben. Ezen a területen találtuk az első sírt is. A sír a kőbánya előterében elterülő nagy sziklák közt feküdt, sajnos kirabolt és síralmas állapotban. A csontváz helyzete a kirabolt sírok tipikus képét nyújtotta. Eredeti helyzetében már csak a felső lábszárak és a medence egy része volt. A sírrablók a többit a medencétől felfelé és a tértől lefelé a mellékletek keresése közben felforgatták. A sírrablók olyan laposan dolgoztak, hogy a sírból csak néhány vastörmelék került elő. Közelében azonban még egy kis vascsatot és néhány honfoglaláskori cserepet találtunk. A halott mellett egy nagy állat, valószínűleg szarvas csontváza fekszik. Dr. Nemeskéri János, az Országos Magyar Történeti Múzeum antropológusának szakvéleménye szerint a halott körülbelül 160 cm magas, 60 évnél idősebb férfi lehetett. Rassz típusa kétségtelenül túlnyomóan taurid, zárójel előázsiai jellegű, ami tudvalevőleg a honfoglaló magyarság uralkodó rétegének rassz típusa volt. A szentélyszikla szűkebb környékén az ismertetett részleteken kívül még két emberi alkotást vehetünk szemügyre. Egy kőtömbökből összerót dolmenszerű építmény a felső terasz felett a hegyoldalban emelkedik, és valószínűleg egy sírhalom magvát képezhette. Ezzel kapcsolatban régészeti vizsgálatra még nem került sor. Ilyen egyszerűbb részben természetes sziklaképződmények felhasználásával kialakított sírhely a holdvilágárok területén még sok lehet. Azok a sámánpapok, akik évszázadokon keresztül itt éltek, és a 10. században még kiváltságos réteget alkottak, szintén itt temetkeztek. Annak, aki az üreg szentély felett a főbálvány szomszédságában kapott végső nyughelyet, tekintélyes személynek kellett lennie.
Természetesnek is vehetjük, hogy papi hierarchia alakuljon ki egy szakrális uralkodó birodalmában, és ennek vezető személyiségeit éltükben és haltukban egyaránt a kündű környezetében indokolt keresnünk. Ismeretlen korban és nem tisztázható rendeltetéssel készült a szentélyszikla, és a szakadék között a ma is felismerhető szárazon falazott gödör. Na most az úgynevezett ismeretlen kor, az Sashegyi Sándor szerint 3000 éves kultúrhagyaték, tehát gyakorlatilag a trójaiak Szikambriába érkezésére tehető. És ugye, hát ha a budakalászi kultúrára gondolunk, ami még régebbi időkhöz vezet vissza, de analógiái vannak Trójával, Trója legmélyebb rétegeivel, ugye, ha valakit ez érdekel, akkor Kalitz Nándor agyagistenek könyvében talál erre való utalást. Ez a Heredites sorozatban jelent meg, az Átkosban, és égei anatóliai kultúrkörről beszélnek benne, ugye így próbálva a Szabírt valahogy megnevezni. Hát a budakalászi agyakkocsis temetőről azt lehet tudni, hogy dr. Soproni Sándor és Korek József 1952-ben tárta fel, több mint 400 sír zsugorítva temetkezve, ugyanúgy, amilyen pozícióba a Sashegyi Sándor találja a 10. századi kendét. És hát gyakorlatilag ez a kultúra lesz majd, vagy az ő leszármazottaik etruszká, tehát az etruszk magyar egyezésekre a budakalászi kultúra, a zóki bucsedol kultúra, ezek feltétlenül jamnaja származékok voltak, és hát ez egyben ugye a kelta egyezésért is felelős két kultúra volt, mondom még egyszer, a Baden pélceknek pedig Trója a legkorábbi rétegeivel vannak régészeti analógiái. Jó, tehát ismeretlen korban és nem tisztázva a rendeltetéssel készült a szentélyszikla és a szakadék között a ma is felismerhető szárazon falazott gödör. Kultikus szerepe inkább csak abból sejthető, hogy nem nyújtott semmiféle leletanyagot, ugyanúgy, amint ezt az üregszentében is tapasztaltuk. Emellett helyt kell adnunk esetleges más lehetőségnek is. A központi létesítmény együttes ismertetését befejezve bemutatjuk még azt a képet, mely a szentélyszikla felső teraszán állva tárul elénk. Erre a tájra nézett az 1000 éve ide állított főbálvány, és így a további kutatásokkal számolunk, és azzal a lehetőséggel, hogy a tiszta rálátásban előttünk álló terület az áldozati hellyel kapcsolatban állt. A holtak birodalmának bemutatását a fősírral egybe kapcsolt áldozati szentély leírásával kezdtük, miután itt már folyt jelentősebb ásatás, és így az olvasó elé is határozott a bizonytóanyagot tárhatunk. A továbbiakban már többnyire a terület részeket veszünk sorra, ahol már inkább csak a kutatáshoz szokott szem fedezi fel az évek nyomán egyre inkább elenyésző külső nyomokat. Ilyen sokat sejtető, de felületes szemlélőnek ma már csak keveset mutató vidék az úgynevezett nyugati sír környéke. A nyugati sír következő fejezet. Az elnevezés onnan ered, hogy itt a nemzetségi temető legnyugatibb pontján valószínűsíthetünk egy nagyon tekintélyes kiképzésű és méretű hegyoldalba vágott sírüreg helyét. A Karolina szakadék feje felett a hajtűszerűen forduló úttól pár méter egy sziklából formált medence fél darabja még jól felismerhető. Felette lépcsőzetesen faragott sziklák emelkednek. Innen is lesz kép. Ezek még a 30-as években kerültek földtakaró alól felszínre. A medence készítőit vezethette az a puszta gyakorlati cél is, hogy vizet fogjon fel az itt élt sámán papok részére, de ugyanakkor a rituális felhasználás is elképzelhető. Annál inkább is, mivel a medence felett emelkedő lépcsők sem szolgálhattak közlekedésre. A szakadék fő felett mutatkozó faragott felületű sziklák rendeltetése a szentélyszikla előterében bemutatott halomsír példája alapján sejthető. Kisebb jelentőségű személyek talán a szomszédos üregsírba temetett nemzetségfő túlvilági szolgál kíséretét helyezhették ide, miután a szűk hegyoldalban látható szikla véséssel tágabb teret teremtettek. Befejező műveletként kövekből és földből a hegyoldalnak támaszkodó halmot hányták fel.
Az itt járt út sem egyszerű kitaposás eredménye, hanem a hegyoldal sziklájába vésték még abban az időben, amikor olcsó rabszolgaerő állt a nemzetségfők lyukhelyének szolgálatára. Az út mellé zuhant szikla alsó részén kagyló alakú kőfaragványt fedezhetünk fel. Mellette másik szikla illeszkedő törésfelülete mutatja, hogy eredetileg ezen állott. Ez a kőemlék is a kálmánkori bálványrombolás áldozata lehet. Kagyló alakú vagy fejre emlékeztető faragvány rendeltetését már sejtjük. Lényegében ezt láthatjuk a szentélyszikla belső áldozati üregében, de egy közelben feltárt másik halomség szikláján is. A sírt jelző faragvány közvetlen szomszédságában természetellenesen horpadt a hegyoldal. Egy kőtömbök rendellenesen állnak ki. A felső humuszból egyes helyeken a kövek között mély üregek erős húzattal árulják el, hogy a közelben egy tárnaszerű nyílás szakad be. Bányász szakemberek tették ezt a megállapítást, hozzátéve azt, hogy a tárna semmiképpen sem lehetett bányászat szintere, minthogy előtte nincs nyoma hányónak. A holdvilágároki kutatásoknak egyébként igen érdekes munkarészlete a kelta kori bányászati horpák, aknák és tárnák felderítése, azonban nem itt a szakadékos középszakaszom, hanem a feljebb, a Nagycsikóvár oldalában. Az itt rejtőző üreg feltétlenül sírhely. A fejedelmi rangú sírhelyek egyike. A korábbi kifosztás lehetőségével sajnos itt is számolnunk kell, és a hegyoldal horpadságára is alig, hanem arra vezethető vissza, hogy a sírrablók az általuk végzett földtúrás eltüntetésének munkáját csak a természetre bízták. A nyugati sír és a szentélyszikla közötti terület. Ha a nyugati sírtól a szentélyszikla felé megyünk, hozzávetőlegesen az út fele részén alacsony dombra érkezünk. Itt balkész felől a hegyoldal sűrű növényzete közül sziklafal fehérlik elő. A római uralom idején, 3.-4. században kőbányászat folyt itt, melynek során fűtő szerkezetekhez kiválóan alkalmas tufatömböket termeltek ki. Na ez az említett hippocaustum, ami még egyszer mondva a ház alapja és a talajszint közé elhelyezett kicsinke kis sűrűn lakott oszlopok, kőoszlopok, melyek között a levegő szabadon áramolhatott, és ez a levegő egy kívülről fűtött meleg levegő volt. De egyébként ezeknek az alakja kísértetiesen emlékeztet az oltárra is, kőoltára. No, folytatom. Az őrölt andezintufát mésszel keverve falazásnál kötőanyagként is felhasználták, és így talán erre a célra is hordták innen a köveket. Az útban álló kis domb, a római kori bányászat emléke, itt halmozták felhasználhatatlan apró kőtörmelékeket. A sziklafal és a domb közötti területen több ezer köbméter anyag megállapíthatóan kitermelésre került. Ez a terület a 10. századi temetkezésekre vonatkozó kutatásainknak szempontjából sem hanyagolható el. És ez a lényeg. Szorosan a felső temetkezési körlethez tartozik, és a lehetőségek latolgatásánál figyelembe kell venni azt, hogy ez a sziklafal a legutóbbi évtizedekig nem így nézett ki. Az 1940-es években a katonaság több száz köbméter kőanyagot lerobbantott és elszállított innen, lepusztítva az eredeti sziklafelületet és az előteret mintegy 2 méteres kőtörmelékkel töltve fel. Terület korábban harmonikus arculatát teljesen tönkretette. A felszín azonban még ebben a siralmas állapotban is jelentős támpontot nyújt. Itt van egy ilyen gépelés hiba. Sziklafal előtt a humusz két helyen eltűnik, miután az esővíz mélyebben fekvő üregekbe mossa. Ezen a reménykeltő megfigyelése kívül más régészeti munka még nem folyt itt. A római kori kőfejtési hulladékot meglepő felhasználásában fedezhetjük fel, tovább haladva a szentélyszikla felé, ott, ahol az útmenti táj ligetszerű kis pihenőbe megy át. Fél őrszerűen hatalmas sávonalat találunk. Nem tudom mit, megint gépeléséba. A vizsgálati munka mutatta ki, hogy ezt a hajdani bánya törmelékekből rakták fel, de semmiképpen sem a bányászattal összefüggésben, mert a kőfejtőtől idáig elég jelentős a távolság.
A sáncemelés a szentélyszikla kiépítése idején történetet, és a kultikus központ sáncvonal lett volna az előbbi szó, kultikus központ különleges elzárását célozta. A kősánc az útnál véget ér, és onnét annak folytatásaként mélyárok vezet oldvilágárok szakadéka felé. Az út és a szakadék között közel a szentélysziklát elzáró árokhoz, annak külső oldalán az 1941-es feltárás előtt egy kis halom állt. Tetejéből egy sziklatömb emelkedett ki, északi oldalán egy fejnagyságú, tagolatlan kődudorral. Ugye ez az úgynevezett világtojás, a Mithras cultusból. Ujgur területen vannak ennek gyönyörű analógiái. Folytatom. A halom kibontása után került napvilágra a ma látható sziklahasadék, mely ugyan természetes képződmény, de a temetkezések korában szintén szerephez jutott, magvát képezve egy egyszerűbb halomsírnak. Sajnos csak néhány csont maradvány és faszén törmelék jött itt elő, valamint egy süveg alakú kőfaragvány, ugye ez a mágus süveg, ami gyakorlatilag ellopnak majd Sashegyi Sándornak, de ugye mi tudjuk, hogy a pártus mágus ábrázolások, amik sziklafalra vannak faragva, úgynevezett reliefként, azoknál ezt láthatjuk, megjelenik. Flandin és Koste könyvében van gyönyörűen ábrázolva, majd berakom a videóba. Ez utóbbi a halom töltés anyagából. Ez a kőemlék eltűnt, még mielőtt alaposabb megvizsgálásra sor került volna, pedig súlya mintegy 30 kg-ot tett ki. Gyaníthatóan egy tudatlan napszámos vihette el, halván, hogy nagy értéket képvisel, vagy a Magyar Tudományos Akadémia egyik trollja lopta és sem is tette. A holdvilágárok honalapítás előtti történelmére nézve adhatott volna adatot, ugyanis nem kétséges, hogy mint egy korábbi kultúra elpusztult kőemlékének maradványa került a halom összehordott anyagába. Hát nagyon korábban nem, mert az avarok között voltak a pártus elemek, például emese is pártus származású volt. Ez pedig úgy magyarázható, hogy ugye a szaszanidák elfoglalják Iránt, a pártusoknak takarodó, és ők a szomszédos heftait a hun, észak-indiai hun birodalomba kapnak bebocsátást, a heftait a hunok pedig az ogor hunok, és griffesinás anugurok, akik gyakorlatilag a 670-es népességgel ugye bekerülnek a Kárpát hazába. A korábbi avar hullám az meg ugye az 568-as, a Zhuan-Zhuan, az viszont egy mongoloid jellegű csapat volt, de ott csak kizárólagosan haderő és vezetőréteg érkezik. Jó, következő epizód a sziklakatlan. A holdvilágárok környékén folyó kutatások elkülönülő területe maga a sziklás szakadék, mindenek előtt pedig annak katlanszerű végszakasza. Egy belül kétfelé ágazó vésett üreg emberemlékezet óta nyitva áll, és így a kutatás számára nem is nyújtott semmiféle ellátanyagot, kultúr rétege nincs is. Itt a sírablók valamikor igen a alapos munkát végeztek, és nem kétséges, hogy a gazdag zsákmánnyal távoztak. Az üreg az azonos vésés technikából következtetve a szentély sziklával egykorban készült, és beosztásával is mutatja, hogy szintén fejedelmi rangú személy nyughely lehetett. Bizonyosan lehető, hogy a holdvilágárok területén minden fejedelmi temetkezés ugyanazon rítus szerint folyt le, és így feltételezzük azt is, hogy a feltárásra váró többi üregsír is az itt látható hármas beosztást követi. A hosszú üregszár belső részében az elhunyt nemzetségfőt helyezték el, és nyughelyét külön kőtorlasszal is elzárhatták. A mellékszárba, a sírba is uruk bal oldalán került a szolgaszemélyzet. Az osztály elkülönülés a halában sem szűnt meg, és a kék kendék leszármazottai, akik megkövetelték, hogy a szolgaszemélyzetük a sírba is kövesse őket, azokkal egy üregbe nyugodni nem kívántak. Az elágazás előtti térbe az áldozati állatok részeit tették. Az egyenes üregszár boltozata alatt egy kis homlok mezőt alakítottak ki, benne ma egy Krisztus monogramot láthatunk. Ugye ez az az úgynevezett csíró ábrázolás, ami gyakorlatilag ma is látható a holdvilágárokban. Nem kétséges, hogy ez a sima felületét eredetileg is felirat rovás helyéül készült, és itt a keresztény jelképvésője egy ősibb jelet pusztított el. Írásos források gyakran tesznek említést középkori pilisi remetékről, és nem kizárt, hogy ezt az üreget is használták otthonul
A maguk részéről azonban a Krisztus monogramban egészen új keletű egyéni hitbuzgalmi terméket látunk. Még egyszer ez a csíró jel. Bár a szakadékok meredek sziklafalainak lepusztulása szüntelenül tartó természetes folyamat, a szikla alakulat fenék részét borító hatalmas kősziklák tömege mégis felébreszti bennünk a gyanút, hogy esetleg emberi beavatkozás eredményeképpen zuhantak majd helyükre. Elképzelhetetlenül nagy munkát vehetett az igénybe, még abban is, abban az esetben is, ha csak a szakadék felső szikláiból kellett lerepeszteni az itt terpeszkedő több száz tonnás darabokat. A sírok biztonsága nyugalma érdekében. Azonban itt a holdvilág árokban nem sajnáltak semmiféle emberi erőfeszítést, miként ezt már a szentélysziklánál is láthattuk. És így a mesterséges lerombolás felvetése itt reálisnak látszik. Rövidesen talán az a kérdés is eldől, hogy melyik sír védelmében történt ez a gigantikus sziklamozgatás. A nyitva látható üregnél is nagyobb méretű sírkiképzés rejtőzik a vízesés szikla alsó részében, melyelőtt a hatalmas szikla tömbök tornyosulnak. Figyelmesen szemléve most is felismerhetünk a boltozat ívének mai terep szint felett arany arasznyira kilátszó ívét, melyről ugyan az évszázadok fagya és vize lekoptatta már a vésés nyomait. De nem sokkal beljebb, már éppen jelentkezik a vésett felület. A boltozat alatt kotort szűk térben pár évvel ezelőtt már sikerült néhány méter mélységben behatolni, és így felvetéssel kapcsolatban teljes bizonyíték szerezni, viszont aggályunk is alapos lehet a tekintetben, hogy ugyanez kevésbé önzetlen szándékkal már másoknak is sikerülhetett. A temető katlant délfelől, mint egy elzárni látszó gátszerű terep alakulás, a holdvilágárok kutatás egyik legérdekesebbnek ígérkező részlete. Már évekkel ezelőtt megállapítás járt, hogy ez a beszögellés nem természetes képződmény, hanem kövekből és földből összehordott mesterséges építmény. Behatóbb vizsgálatokra azonban nem kerülhetett sor, miután a szűk területen nincs hely hányó telepítésére, és ha a töltény anyagát az árok szakasz fenekén szét is tekint, terítenénk, az így keletkezett torlasz a sziklakatlant szó szerint elzárná, a negyesőzések vizét lefolyásában megakadályozná, és ezáltal az egész terület elárasztását eredményezné. Ezzel a következménnyel a töltés építőinek is számolnia kellett. És élve a gyanúval nem is elképzelhetetlen, az ilyen jellegű elzárás valóban az építmény eredeti rendeltetése volt. Lényegében tehát azzal a lehetőséggel állunk szemben, hogy két-három sír szűkebb területét temetkezés után vízzel árasztották el, és így módon a sírbiztosításnak egy olyan különleges és maximális módját valósították meg, melyhez hasonlóról történelmi hagyomány anyagunkban egy esetben történik említés T.I. Attila temetésével kapcsolatban. Egy pillanatra sem álltatjuk magunkat azzal a felvetése, hogy a honfejedelem sírja rejtőzhet itt, de azon gyanú alapján, hogy a mondai közlésben többnyire rejtőzködik valami tényleges történelmi mag, a vízmederbe való temetkezés mondájának reális ténybeli alapját véljük esetleg itt kimutathatónak, de nem az attilai időkben, hanem a 10. században képzelve ezt az eseményt. A holdvilágárok egy alsóbb szakadékos pontján leomlott, de tiszta vésett felületet mutató sziklatömb alapján még egy sírüreg helyét feltételezzük. A felette emelkedő sziklafal azonban annyira veszélyesen omladékos, hogy különleges műszaki biztosítás nélkül még vízvizsgálati munka sem kockáztatható meg. Nem sokkal ezen szélső sírhely alatt az árok medrét sima felületű sziklatömbök zárják el. Bár ez a torlasz természetesen képződménynek tűnik, de temetői terület elzárásában is szerepe lehetett. Miként a holdvilágárok oly sok történelmileg jelentős pontján látjuk természetes adottságok felhasználását a kultikus hely kialakításában. Rendkívül szép környezetben hatalmas emberi munkával épült itt ki, kerek ezer évvel ezelőtt a kurszánfejedelmi nemzetség nagy pogány monostora.
És hát gyakorlatilag itt a mondákkal kapcsolatban van még egy utalás. A mondák félhomályában a kündű probléma a magyar őstörténet egyik legtöbbet vitatott kérdése. A megfejtése irányuló kísérleteknél csak külföldi korabeli és elfogulatlan írott források közlései használhatók fel. Hiteles adatként ilyen pedig kevés van. Hazai kronikás irodalmunk kurszán szerepének eliminálására törekszik, nemzetsége sorsát illetően pedig hallgatásba burkolódzik. Nem csodálkozhatunk ezen, tudva, hogy kronikáink tartalma dinasztikus érdekekhez igazodott, márpedig a nagyobbik király szerepének történetű ismertetése, nemzetsége előszakos félállításának bevallása, az Árpád ház legalitását tette volna kérdésessé. Hát nyilván ez egy felvetés, nem kell ezzel egyetérteni. Bizonyosra vehető, hogy a népi hagyomány sokáig hűen, vagy éppen Árpád ház ellenesen színezve őrizte a személyek és események emlékét. Különösen éles hangnemben szólalhattak meg a mesemondók az erőszakos térítés századában. Ez a hagyományanyag nem került feljegyzésre, de létére és jellegére már a dinasztiahű krónikások soraiból is következtethetünk. Ennek kísérelték meg a kellemetlen néphagyomány közömbösítését, és a cél érdekében alaposan átszínezték történelmünket, egyes személyeket, más szerepkörbe, eseményeket pedig régebbi korba állítva be. Hát nyilván ez is egy felvetés, ez is egy bizonyítatlan vélemény. Népünkben feltétlenül élt hun hagyomány és a ködös múltba vésző anyag különösen alkalmas volt arra, hogy krónikailag rendszerezve maguk a történelmének hiteles helyen nem ismertethető személyekkel és eseményekkel bővüljön. Alapos gyanunk, hogy a hun krónikákban tűnnek fel így módon a 10. században élt magyar személyek, és tükröződnek az Árpádok hatalomra jutásának eseményei. A népi hagyomány őrizze tette annak a 10. században élt előkelő személynek emlékét, akit után a dunaparti várost Budának nevezték. Teljesen képtelenség ugyanis annak feltételezése, hogy az Attila által megölt Bleda nevét egy város 400 évben keresztül megőrizte volna. Hát ezzel abszolút nem értek egyet, ezzel a megállapítással, ugyanis nem Attila ölte meg Bledát, aki Buda volt és feláldozták, és a 10. században csak szakállas Budáról tudunk, de nem gondolom azt, hogy Buda neve ugye gyakorlatilag róla kapta volna a nevét. Szóval jó előreg, régebbi történet. A hunok pannonia uralma mindössze néhány évtizedig tartott, a következő századok itt megforduló népei pedig, ha ápolták is a hun hagyományokat, ami például a zavarok esetében valószínű, az csak is a Nagy Attilához fűződhetett. A Dunán átkelt hun alapító őseink, ha már Attila városában vígattak Anonymus szerint, alig ha nevezték azt később Budának. Hát persze, felvetések azok vannak. Buda területét a hun alapítás után ezt durva torzításban Anonymus is elismeri, kurszán és nemzetsége szállta meg, és Buda is csak ehhez a nemzetséghez tartozhatott. A Kézai Simon által megírt események jelentős része igaz lehet. A hatalomért vívott harcban Budát megölik, hát ilyen nincs, na mindegy, majd tiltják, hogy a város nevéről nevezzék, de azt nép nem törődik tilalommal. Krónikás Attila rovására igyekezett írni Árpád tettét, de a lelkiismeret évszázadokra távol tartotta Budától az Árpádházi királyok udvarát. Ezek alapján kutatói feltevésként mi úgy véljük, hogy Buda kurszán kündű törvényes hatalmi örököse volt, és sírja szintén a hódvilágárokban keresendő. Miután Buda halálának a hun történelmi epizódként való beállítása Kézai krónikában nem tekintjük pontatlan ismeretből, tévedésnek, hanem tudatos felítésként fogjuk fel. Indokolt az egész írásos forrást oly kritikai fenntartással vizsgálnunk, hogy abban más a 10. században élt személyek nevei is fellehetők hunkori eseményekkel hozva kapcsolatba. Ilyen szempontból gyanús a krónika 8. fezete, mely meg Kézai a tárnokvölgyi csatát írja le. Majd ezt követően Keve kapitány eltemetését Keve a szóban
Később ugyan ide temették Béla, Réva és Kadocsa kapitányokat, és kézei szerint magát Attilát is. Történelmi kitalálásnak minősíthetnénk az egész közlést, ha ez a hely a 13. században valóban nem létezett volna, amire Kézai maga is hivatkozva, mint egy elárulja, hogy a népi hagyományanyagot épített be a krónikába. A keveaszói néphagyomány pedig beszélhetett kevéről és társairól, pompás temetésről, síruk fölállított kőoszlopról, talán még Tavarnucvegi csatáról is, de semmiképpen nem az 5. századi hunidőre emlékezve vissza. Keveaszót ma Kajászó Szent Péterrel azonosítják, de ennél az erőltetett névmagyarázatnál meggyőző okleveles adatokat találhatunk. 1271-ben Uza fia Péter 5. István király előtt összes birtokait többek között Kartal és Keuezua határába, ugye keve a szó, csak hülyén van leírva, lévőket a szigeti apácáknak adja. 1977-ben 4. László király megerősíti Uza Péter végrendelkezését, tej szerint a pomázi földet a szigeti apácáknak adta. Kartal dűlőnév Pomázon a hódvilágárakhoz közel a mai napig fennmaradt. De egy számos végződéssel találkozhatunk a vidéken, az pedig ugye az EI, tehát az EY-i, Kevei, Oszói, hegynevekkel is. Hegynevekkel is. Ha Kartal és Keveaszó a mai Pomáz területén határosok voltak, akkor az utóbbi hódvilágárokkal azonos. Feltevésünk szempontjából fontos tudnunk, hogy az Uzák, akik a 13. században, bocsánat, és itt birtokoltak, a Kurszán-Kartal nemzetség leszármazottai. Keveaszó hódvilágárok azonosításának munkahipotézisét felállítva, nevét és társait is oly 10. századiban élt nemes személyiségeknek kell tartanunk, akikről bőven beszélt a népi hagyományanyag, de nem mondhatott igazat a dinasztiához hű krónikás, Keve, Béla, Réva és Kadocsa. Felvetésünk szerint a detronizált nemzetség be nem hódolt és a hatalomért folyó harcban elesett tagja lehetett. Ami viszont magának, Attilának keveaszói temetését illeti, az alig hanem pusztán a hatásosabb elhitetés érdekében történt. Ma már a nagy temetőhely léte élt a köztudatban, igazán kézenfekvő, krónikás fogás lehetett Attila sírjának odahelyezése. Kézai Simon nem akarta bevallani azt, hogy a húfejedelem sírhelyét nem ismeri, így krónikájában eltemette a legendás nagy temetőben, Keveaszóban, a holdvilágárokban. Hát ennyi lenne ez a kis soha meg nem jelentett könyvecske, vagy kutatásokra, ásatási naplókra épülő anyag. Hát a tervben van ma az ásatási naplónak is ismertetése. Meglátjuk, milyen érdeklődés van. Erre vonatkozom. Én most viszont szeretném megköszönni a figyelmet.